Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Aki házat épít, hazát épít, aki templomot a mennyet hozza a földre, maradandót ad a jövőnek. Ez a Szent Kandid Alapítvány jelmondata, vendégem pedig Nagy Györgyné, az alapítvány elnöke. Csókolom a kezét, köszönöm, hogy itt van velünk. Nos, hát irodalmi pályázatot hirdetett a Ciszterci Templom Szent Kandid Alapítványa. A felhívás témája: mesélnek a kövek, hallod őket, kérdezik önök, neked mit mondanak. Így folytatják, kíváncsian várjuk gondolataidat, érzéseidet, írd le a felfedezett, alig ismert titkokat, nézz körül, kutass a pincétől a padlásig, a síroktól a tornyokban lakó harangokig. És a fő díj pedig nem más, mint utazás a csíksomlyói pápa látogatásra. Nos, hát szeretettel köszöntöm még egyszer, hogy tudjuk is, hogy ez mit jelent, illetve a Szent Kandid Alapítványról kell, hogy megtudjunk néhány dolgot. Ugye 2010. július 22-ét írtunk, amikor dékány Árpád Sixtus, barátunk egyébként, az akkori nagyboldogasszony, ciszterci plébánia plébánosa alapítást tett az egyházközösség javára. Aztán egyszer csak változott a világ, egy 2017-től ön lett az elnök, és azt hiszem, hogy folytatja azt a missziót, azt a küldetést, amelyet meghatároztak az alapító okiratban, és azt hiszem, hogy nagyon eredményes esztendőkön vannak túl. De kicsit beszélgessünk a múltról, én azt javasolnám. Mi mindent kellett tenniük, mi hozta létre, mi volt az indoka, hogy egy ilyen alapítvánnyal is segítsék a ciszter közösséget? Szeretettel köszöntöm a nézőket. Opció fundamentális. Döntés. Egy alapvető döntés a hit remény szeretet jegyében, és amikor Sixtus alapította az alapítványt, akkor elsősorban a csodálatos szép templomnak a romjai, a freskói, a sérülései, sebei, azok, amik őt motiválták, restaurálni kellene, gondolta, és az eredeti alapító okiratban így is fogalmazta, hogy 70-90%-ban restaurálás lesz a Szent Kandid Alapítvány fő célja. És akkor elkezdődött. Az első elnök, a kuratórium elnöke az a férjem volt, és ő kapta ezt a feladatot, ezt a hivatást, és teljes mellbedobással látta, hogy mennyi minden kellene, világosítás, meleg, fények. Az oratórium is olyan állapotban volt, hogy omlott le minden. És akkor elkezdte először az oratórium meszeltetését, aztán a műpadlóztatását. És aztán időközben kellett karácsonyfa is az ünnepekre, virág is helyjel közzel. És akkor úgy tágult a kör. Tehát a restaurálásból lett egy állandó odafigyelés mindenre, a szakrális hitéleti tevékenységre is, és hát igazából én ott mellette mindig is mondtam, hogy de a lelki gondozás, a közösségek gondozása, építése, főképp a gyermekek, hát kapcsolódik a Ciszter Gimnázium. És behonzottuk a Szent Imre általános iskolát, unokáim oda járnak, akkor elindult a nyitott templomok program. Aztán jó lenne, hogyha lenne nyári tábor, hogy megmutathatnánk a gyerekeknek Fehérvár kincseit, a többi templomot is, meg elvihetnénk őket Pestre is, a Rádai Múzeumba, meg Zilcre is. És tágult a kör, míg nem 3 évvel ezelőtt átvettem én az alapítványt a férjemtől, és akkor Erdély Évával, Cserta Jutkával mi átgondoltuk Sixtussal,
hogy igazából a restaurálásra ő már az alapvetést megtette, az állami támogatást megszerezte, nekünk inkább a hitéleti munkát kellene erősíteni. És azt akkor megszoktuk így... mi a Ciszter templomban, hogy fantasztikus koncertek vannak folyamatosan. Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar is ugye a Farkas Ferenc bérletet és a Somorjai Ferenc bérlet sorozatot is bevitte oda, volt lehetőségünk megtapasztalni, hiszen csodálatos akusztikája van, és ráadásul önöknek köszönhetően most már rendben van kívül belül. Azt hiszem, hogy Székesfehérvár szívében ez egy szívet melengető érzés. De egyetértek önnel abban, hogy a hitélet erősítése mellett a karitatív tevékenység nagyon fontos, és a kulturális élet megerősítése nem különben. Nagyon sok jeles diákja volt a Ciszter rendháznak, így a templomnak is. Vörös Marti gondolatai azt hiszem mindenki szívébe bevésődtek. Koptatta ő is a köveket, de Szemmelweis Ignác is, és Kaszap István is, és sorolhatnám. És hát a lényeg, hogy ott van a Szent Imre oldalkápolnában egy csodálatos erekje, amilyen nincs Közép-Európában, egy üvegkoporsó. A gyerekek a nyári táborban megsimogatták, és azt mondták, hogy ez a hófehérke koporsója. 1750-ben Vánosi Antal, a jezsuita rendfőnök, mert jezsuiták építették ezt a templomot, aztán a pálosok vették át, és a végén a ciszterciek alakítottak két rendházat is, és iskolát. Kapta, tehát Vánosi Antal kapta a jezsuita rendfőnök Rómából, a katakombákból Szent Kandid erekjéjét. Egy igazi, teljes testerekje fönt az oltáron, egy öntött üvegkoporsóban, brilliánsokkal, gyémántokkal ékesített test, amelyet a bécsi nővérek vontak be, hogy csillogjon, szép legyen, fényt adjon. És valahogy sok mindenről mesél ez a templom, de valahogy pontosan Szent Kandid és Szent Kandid erekjéje és hitvallása katona vértanú volt, a császár korban halt, vértanú halált. Pont az ő indítatása az, amely talán Sixtust is indította arra, hogy ilyen alapítványt kell tenni. Katonásan, keményen, helytállóan a templomért, és mindenért, ami szép, és ami követendő. Tehát a munkában részt vett az első pillanattól kezdve, ugyanakkor hogy fogott neki az elnöki teendőknek a két hölgyel, hiszen Juditot, Évát ismerjük, én azt gondolom, hogy fontos munkatársai ők is az alapítványnak. Melyek voltak az elsődleges feladatok, hiszen itt említette röviden, hogy hogyan szerették volna továbbvinni azt az akkor már 7 esztendős történetet? Már az első pillanatban felvetődött a pályázat kérdése, mert ha a gyerekeket odavonzuk, és a titkokat föltárhatják, kutathatnak, akkor az örökre bevésődik a szívekbe. És aztán időközben sok más egyéb teendő is akadt, gondolkodtunk nyári táborban, megvalósítottuk. Aztán tavaly hozta az élet a csodát, Brenner János szenti avatását, ciszterci szent, boldoggá avatását, és akkor úgy gondoltuk, hogy az egész egyház közösséget vinni kell, oda kell vinni, és akkor a Szent Kandid Alapítvány azt támogatta. És mindig az igényeknek megfelelően a templom atya, elődatya kérésének is, és a gimnázium kérésének megfelelően működtünk. Hisz azért vagyunk, ahogy a hitvallás is, hogy szolgáljunk, hogy segítsük. És hát nem csak mi találjuk ki ezeket a teendőket, hanem rákérdezünk, hogy ők mit szeretnének. És akkor így alakult, hogy az idén arra gondoltunk, hogy hát volt zarándokút, akkor most a kettőt összekapcsoljuk, zarándoklat és pályázat. Igen, mielőtt erről beszélnénk, ugye a kezembe került természetesen az alapítvány kuratórium ülésének dokumentuma, és én meglepődve olvastam, hogy nagyon-nagyon sok minden történik, amiről nagyon keveset tudunk mi köznapi emberek, de nyilvánvaló azért a Brenner János boldoggá avatását említette, de a házas hétvégés közösségek, a cserkész csapat támogatása mellett egy csomó minden van, ami
én azt gondolom, hogy összekovácsolja ezt a közösséget. És napi feladat, mert honlapunk van, ezt annak idején még a férjem alapította, és hát a honlapon a napi mája, az evangéliumok, a hirdetések, azok élőek. Tehát folyamatosan tesszük fel azt, ami szükségszerű a közösség szempontjából, ami elhangzik a hirdetésben, a templomi hirdetésben, az ott van fenn a honlapon is. Tehát a www.cistertemplom-sfv.hu-n megtalálható, fellelhető minden, ami a templommal kapcsolatos, így a programokkal, tehát a hangversenyekkel kapcsolatosan igen, is. Igen, ez rendkívül fontos. Nagyon, mert, hogy tudják a városban. A 21. századi elvek mentén ez már elkerülhetetlen. És az igény, ahogy tetszett mondani, hát kellene egy nagyon szép hirdetőtábla, oda a templom elé, egy méltó hirdetőtábla, 100 000 forint, pályázunk. Megpályáztuk az idén, már a NEA-ban is. Tehát az országos nagypályázathoz is kapcsolódtunk, hogy legyen forrás. Mert nem csak a várostól kell kérni, én itt szeretném megköszönni azt a támogatást, amit a közgyűléstől is kaptunk. Mert tavaly 500 000 forintot ítélt meg a közgyűlés, és tudtuk azokat a teendőket ellátni, amiket az egyházközösség igényelt. És továbbra is számítunk a támogatásra, hisz a NEA-ban is ezért, hogy ne csak a belső forrásokat, hanem a külsőt is hozzuk a város érdekében, de ugyanakkor maximálisan támogat bennünket a polgármester úr is, a képviselőtestület is, és ezekhez a csodákhoz, hogy igen, pályázatot írhattunk ki, és mehetnek igen, 4 gyereket, nem egyet, 4-et. Igen, hiszen a katolikus társadalmi napok mellett, ugye a Szent István Művelődési Ház és Hitoktatási Ház programjaimban is részt vesznek, és ahogy itt nézem a teendőiket, terveiket 2019-re itt, és hát a honlap nyilván az alapvetés ma már, de az újság fontos, a zarándoklatok, a pályázat, a templom múltjának jelenének kutatását. Most megérkeztünk a mesélnek a kövekhez. Ezek veretes szép szavakkal invitálják meg a gyermekeket. Honnét jött a gondolat, hogy egy kicsit múltidéző vagy éppenséggel a jelenben fogalmazzák meg a gyermekek, fiatalok, amit aztán én azt hiszem, hogy nagyon szívesen fogunk olvasni, hiszen őszintébb, tisztább dolog nincs, mint mikor a gyermek leír valamiről valamit. A gondolat a nyitott templomokkor fogalmazódott meg igazából. A Szent Imre általános iskolából másodikosok eljöttek karácsony előtt szerdán, és kiterítettünk egy hosszú-hosszú nagy papírt, és ezek a gyerekek lehasaltak, szíveket rajzoltak, és ilyenekről beszéltek, hogy szeretet, békesség, boldogság. Volt, aki még a haza szót is leírta, és ahogy én ott néztem őket, és akkor úgy fölnéztem a freskókra, 50 angyal néz le ránk, és akkor kijött belőlem a tanár, a pedagógus, és akkor elkezdtem nekik mondani a szózatot, és a gyerekek szájtátva néztek, és akkor jöttek oda körém, és hogy még meséljek, és mondjam el, és ki volt az a Szent Kandid, és ki látható ott a freskón. És akkor körvonalazódott, hogy választ várnak, a választ ők is megkereshetik, és ebbe segíteni kell őket. Mert aki házat épít, az hazát épít, ugye? Igen. Igen. Jó, tehát megfogalmazták. És miért a köveket? Mesélnek a kövek. Nagyon is jól tudjuk, hogy ebben is van valami misztikus, de nagyon is valóságos történet. Igen. Hát, ha ezek a kövek mesélni tudnának, sok mindenről mesélnének. Jó, tehát ugye 200 éves történet. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy ugye Csíksomlyó. A Szentatya látogatása, és azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon fontos számunkra, hiszen Csíksomlyó a mi, a székelyek, a magyarok, a mi szent helyünk. Hogy sikerült úgy megszervezni, hogy aztán egy
a Szent Mise Csíksomlyon ugye az alapvetés, de hogy megismerjék, ugye olvasom itt, hogy a fődíj a pápai Szent Mise Csíksomlyon, de hát azért elmennek Nagyváradra, Szent László városába, Kolozsvár, Nagyszeben és Vajdahunyad érintésével. Beszéljünk erről az útról, így előzetesen egy kicsit. Hát nagyon érdekes volt mindez, mert én bementem a gimnáziumba érdeklődni, hogy van-e még az úthoz hely. Mert tudtam, hogy mennek a ciszter diákok a gimnázium bérelt buszt programmal, háromnapos programmal elindul. És megkerestem Máriát, az igazgató helyettest, és ő mondta, hogy van hely, van rá lehetőség. És hogyha mi ezt megtámogatjuk, és egy kis türelmet kérünk, mert ahhoz, hogy eldönthessük, hogy kik menjenek a Szent Kandid támogatásával, ahhoz egy pályázatot írunk ki, a pályázatnak a zsűriébe felkértük Bobori Zolit is többek között, Sixtust is, elődatyát is, a kuratóriumot is, Marikát is, a gimnázium igazgatóhelyettesét. El kell olvasni a beérkező anyagot, nevesíteni kell a gyerekeket, és akkor a szeretettel és türelemmel mondták, hogy ők már regisztrálták az autóbuszt, ezt az egész programot, 47 főt, legyünk nyugodtak, végezzük a dolgunkat, gyűjtsük be a gyerekektől az anonim jeligés pályázatokat, döntsük el, hogy kik legyenek, és ráérünk egy hónap múlva megmondani a neveket. És így kialakult a csoda. És akkor még hozzá egy, mert a férjem a legidősebb lányommal, a pázmányosokkal volt Csíksomlyón a bucsun. Mi átutazóban voltunk, meglátogattuk a kegyhelyet egy magán kirándulás formájában, de én nem voltam még. Egy kicsit zarándokolunk, mert Szentföldtől Lourdesig, Svédország, Szirakúza, ez a mi lelkünkben van, és jövünk, megyünk, de vonzott engem, nagyon vonzott, hogy eljussak. És képzelj el, hogy alig, hogy kijöttem a Marikától, vásároltam, megyek az autómhoz, és a vezető ajtó mellett, lent a betonon egy érem van. Egy Szent Kristóf érem, amelynek a másik oldalán stílusosan régóta mindig a csodálatos érem van. Megfordítottam, és a csíksomlyói szűzanya nézett rám az éremről. Úgyhogy én akkor azt mondtam, hogy ez meghívás, menni kell. Visszük a négy gyereket, hogy négyen legyenek, és ne kettő gyerek két szülővel, ugye külföldre, igazából 18 éves kor alatt csak szülői kísérettel. Saját költségen megyünk, elvisszük a négy gyereket, hogy ne kelljen, ha szülők megbíznak bennünk. A Marika is partner volt, az igazgatóhelyettes. Ő is vigyáz, tisztanár jön a gimnáziumból, gyerekek is jönnek a gimnáziumból. Vigyük őket. És egymást lelkesítve jutottunk el oda, hogy pillanatok alatt készítettek nekünk plakátot, mert még ez is ott készült a gimnáziumban, ez a gyönyörű plakát. Igen. Színesben. Kitették a gimnáziumba, kitették a templomba, és azóta is mindenfele, Facebookon, ciszter, Facebook is van, azon is mindenfele, szinte minden nap egy gondolattal megerősítem a nézőket, hogy várjuk a kutatást, várjuk azt, hogy írjanak, mert nagyon szeretnénk velük elmenni. Igen, hát Nagyváradon ott van, ugye ott kell kezdeni mindenképpen, hiszen Nagyváradon ott van a vár, ott van Európa egyik legnagyobb barokk gyönyörűséges temploma. Szeben, Mátyás szülőháza. Így van, Kolozsvár, nem különböző. Vajdahunyadvára. Vajdahunyadvára. Hát történelmi helyek. És Csíksomlyó természetesen. Én azt hiszem, hogy az csoda lesz, a csíksomlyói templom, és hát fent a hegyen az valami csoda. No, akkor egy kicsit még beszéljünk, hiszen hitet, reményt és szeretetet súgtak, és súgnak ma is azok a mesélőkövek, és beszéljünk a pályázatról. Igazából mit várnak? Én azt olvasom, de ez túlságosan nem egészen közvetlen, hogy egy öt oldal kézzel, illetve gépnél, műnem, műfaj szabadon választható. Igen. Mi érzéseket, gondolatokat is várunk, és semmiképpen nem internetes adaptációt, másolatot. Tehát gondolatokat. Gondolatokat, érzéseket. Lehet egy gyönyörű vers.
Mert én azt gondolom egyébként, hogy is. A fiataloknak vannak gondolataik mostanság. És nem csak ciszteres diákoknak, hanem mindenkinek. Aki egy kicsit is foglalkozik a lelkével, a hitével, az azt hiszem, hogy szívesen pályázik. Ugye a beadás határideje 2019. április 14-e. Azért választottuk a beszélgetéshez is ezt az időpontot, hogy még bőven van lehetőség erre. És a beadás helye pedig a Szent János közegy értelemszerűen. Ugye az így rendben van. És hát ugye az Isten áldását, izgalmas kalandozást kívánnak, lelki-szellemi gazdagodást múltban és jelenben. És én azt gondolom, ehhez még azért kell, hogy hozzátegyem, hogy itt nem csak a múltról van szó. Ez egy jövőt mutat. Igen. Hát a harangok azok egészen újak. Püspök atyánk szentelte fel őket pár évvel ezelőtt. Ugye az igazi harangokat a háború elvitte, az egyik az ott van a város központjában. Az az igazi nagy harang, ami ott szakadt le a mi templomunk tornyából, és oda került a központba. Egy néma harang. De a szóló harangok, amik adományból jöttek, egyszerű emberek adománya, hitet, reményt, szeretetet, vagyonukat áldozták, hisz egy gyönyörű nagy harang az nem 1-2 millió forint, annál sokkal több. Nyilvánvaló. És ott van, és hány van fönn, fölkerültek. Ezek a napjaink csodái. Kell, hogy pénzről is beszéljünk, nyilvánvaló. Ezek a mai csodák. No, egyébként mi újság az alapítvány egyéb dolgaiban, hiszen működik a történet, ezt ugye láttuk itt. Megtisztítottuk az ablakokat, ott lent a Szent Kandid kápolna. Borzasztó magasan vannak az ablakok. Pont ma beszéltem a segrestyéssel, és mondta, hogy most képzeld el, itt jön a húsvét, ugye takarítani szoktunk, mert abban is részt veszünk. Egy kicsit megsimogatjuk az oltárokat, a padokat. De azt mondja, most újra, megint úgy hallom, hogy jönnek, és megint az oratóriumot földújják, mert elindult a restaurálás. Most éppen a Zirci apát támogatásával, vezénylésével a hézakokat vizsgálják, hogy tágulnak vagy szükülnek, mi van, mennyire mozdulnak el, hisz ahhoz, hogy restaurálni lehessen, hogy ott komolyan munkákat, építkezést, bármit lehessen, ahhoz az állagát újra fel kell mérni. Tehát elindul egy olyan csoda, hisz Fehérvár egyik legszebb barokk temploma, amelyik a legtöbb sérülést hordozza még mindig magán. Tehát itt ebben is, amiben tudunk, segítünk. Tehát ha kell, akkor törölgetünk, ha kell, felmosunk, ha kell, vasalunk, mosunk oltárterítőt, majd jön a pünköst, készítjük újra a sátrat, mert azokat is, abban is benne vagyunk. A virágosításban is folyamatosan. Kérik. Szóval ott vagyunk bent a működő életben, a házas hétvégés életben, mi magunk is házas hétvégések is vagyunk, tehát működünk itt az oratóriumban is, pont holnap lesz egy találkozónk, és a cserkészekkel is, hisz azért is vettünk sátrat, hogy nekik kölcsön adhassuk, hogy a nyári táborukban még többen mehessenek mindenfele, amerre szeretnének. Igen, hát ahogy Prohászka püspök úrunk megfogalmazta, azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra, igen. És mi mást akarok, mint hogy éljen. Nos, tehát akkor én köszönöm szépen, hogy megtisztelt, és köszönöm szépen, hogy ezt elmondta. Kedves nézőinknek pedig még egyszer mondom, mesélnek a kövek, április 14-ig egy 5 oldalas pályázatot várnak, a téma pedig több mint 200 éve néznek ránk az angyalok és a szentek városunk templomaiban. Tehát egy történetet várnak a pályázat kiírói, a Szent Kandid Alapítvány. A beadás helye pedig a Szent János köz. Egyben lesz április 14-ig. Nincs kétségem felőle, hogy nagyon sokan fognak jelentkezni, és hát a fődíj is egy nagyon-nagyon fontos, az esztendő egyik kiemelt eseménye. Ferenc pápa látogatása Csíksomjón, pápai szentmisére is ellátogathatnak a győztesek, az a 4 fiú, vagy lány, az a 4 gyermek, aki méltó erre. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én köszönöm a meghívást, és szeretettel várjuk az írásokat, a kutatómunkát, és nem csak a Ciszter templommal kapcsolatosan,
hanem városunk összes, hisz a írásban is ez van, bármelyik templomáról, bármelyik freskójáról, bármelyik hírességéről írhatnak. Szeretettel várjuk, fogadjuk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra!